vannak az új mutációk, amiből 40 darabot lehet megszerezni, amik az új dolgokból eshetnek, ahogy a szőnytojásokból. A kérdés már csak az, hogy vajon melyik mutáció a legerősebb az összes közül. Nézzük is, hogy mit tudnak. Használd te is a világ legjobb kódját, a csúszi kódot, yay! Kezdjük is az első mutációval, avagy azzal, hogy Shelly duplál ő a shotgunjával. Bro, what the hell? 6000-es DPS, sőt 9000 akár. Na te várjál, ez a hypercharge-ával és a gadgettel bekapcsolva milyen. Nito még egy Bruce-t idéz meg, mi? És az a hypercharge-ával is működik egyszerre, ugyanúgy azt a métereket. Na de a másik SP-jével hogyan néz ez ki? Mi? Duplán megkapja ugyanúgy a hírt? Kult pedig most már az alaptávolásával is tudja rombolni a környezetet, és nagyobb a range-e. Tényleg? És igen, működik. Hát nagyobb range-e van az alaptávolásának, mint a szuperjének ebben. Brook plusz egy rakétát lő ki, ha? És duplán ott van az a Fire is. Mi a túró? De várj, ez működik vajon a gadgetjével? Mind a kettő nagy rakéta lesz, és igen. Primo pedig a szuperjével gyorsabban tud beérkezni, és gyorsabban is tölti újra a szuperjét, illetve magasabb a HP-ja. 13200, ez mondjuk, hogy elsőre nem hangzik olyan OP-nak, viszont szinte instant be tudja tölteni egyetlen egy enemén is. Nem broken, bár hogyha mondjuk többen vannak ott, akkor azért gyakorlatilag non-stop ugrálhat. Fogó folyamatosan híleli magát és a társait maga körül, hogyha megsebzik. Helyett venni egy... Jó, de várjál, ez az folyamatosan stackelődik egymásra. Nézd meg, folyamatosan visszaviszom a HP-mat, hogyha bekapcsolom még a gadgetemet is. Rose a bokrot spawnol, amikor használja a szuperjét. Az elsőre nem hangzik valami nagy Vasis Dasznak, és amúgy jó, egész nagy az a busz, de nem egy nagy extra. Tick szuperje pedig még két plusz fejet spawnol? Várjál, most tényleg hármat lerak azonnal? Rostom tudod domálni! Várjál, és hogyha ezt még megfejeljük mondjuk a hypercharge-zsal, akkor mi a helyzet? Rico lövedékei még jobban pattognak. Jó, amúgy nem olyan rossz, ez működik mindennel, a gecsütjével, a szuperjével, és non-stop pattognak, hát nézd meg! Penny még egy ágyút lerak a szuperjével. Elég sok mutációnál van ez így, hogy plusz egy. Hát kivéve a Ticknél, akinek plusz kettő, de na nézzük, hogy mit is tudunk így ezzel. Olyan mindegyik szórja, igen! Kár még gyorsabban tud mozogni a szuperje során, illetve az alaptámadása is gyorsabb. Tesőre ez se hangzik olyan brokennek, és nem is olyan gyors azért ez a pickaxe, de nézzük a szuperjével a sebességet, mi a Bónak végtelen aknája lehet lent a harcmezőn, és gyorsabban is tölti be a szuperjét. Amúgy tényleg egészen gyorsan tudja betölteni a szuperjét. Most képzeld már el, hogy valaki ebben belesétel, igazából az se kell, mert itt a gadget, amit megnyomsz, és boom! Stu szuperje mindig be van töltődve. Mi most komolyan non-stop nyomhatod ezt? Jaj, miket fognak rajzolni ember ezzel? Piper Brockhoz hasonlóan kettőt lő a támadásával. Na de álljunk meg, ez ugyanúgy működik, vagy a snappy sniping-gal is? Igen! Duplán hozza vissza az ammót, non-stop végtelen ammód van Piperrel, ember! Na de Pemnek aztán tényleg végtelen ammója van. Nézd meg, hogy töltődik vissza is. Frank gyorsabb, és még több HP-ja van, illetve a kalapácsával rombolni tudja a falakat. Mennyi az annyi? 16.940! De mi ez a speed? Hát egyáltalán nem szoktam ezt meg Franken. Nézzük is az alaptámadást, hogy szedje a falakat, én bőzony, hogy szedi. Mi van? Bi alaptámadása során ugyanúgy minden egyes lövéssel a gadgetje is kimegy? Erről a gadgetről lenne szó, amúgy. Ezt nem akarom elhinni, hogy ez tényleg igaz. Jó, mondjuk csak egy darabot visz ki. Oké, annyira nem gáz. Egyébként, hogyha non-stop ítolta volna, érted? Azért az úgy vad lett volna. Grom szuperje még négy bombát kilő átlósan, és gyorsabban is töltődik be a szuper. Nézzük csak, hogy hogyan néz ki. De szép kis hópehely. Nyilván nem olyan broken, mert nem nagy sebzés, viszont mindenkit betalálsz vele fixen, mert hát ugye át is hattól ez mindenen. Bonnie a támadásában pluszban még két lövedéket lő ki, és a szuperje beérkezéskor stunnol. Jó, hogy szélre, jó, hát hogyha egymást követte volna, nagyon erős lenne. Na de nézzük is akkor ezt a szupert, hogy mennyi ideig stunnol, hát nem sokáig. Elégem nem mondanék semmit. Gél alaplövedéke szélesebb. És mégis mennyivel? Azt a mindenét!
Hagyjad már! Valaki ezzel nem tud betalálni az ellenfélre, akkor inkább hagyja abba a bronzdászt. Bell sima lövése találatkor 5 plusz sokkolóra osztódik. Mi? Jó, hogy ezt így értette. Oké, hát ez annyira azért nem rossz, viszont ő nem is olyan broken. És még több csicskán spawnol, és gyorsabban tölti a szuperjét. Atyaik! Istent betölti a szuperedet azonnal. Folyamatosan lehet gyakorlatilag spawnolt adni. Nézd meg! Ember, mi ez? Lola még egy klón spawnol a szuperjével, és gyorsabban is tölti be. Szétdobja vajon őket, vagy egybe rakja? Ha eléggé durván szétdobja. Itt az ideje viszont, hogy egyesüljünk, amit teljes egészében nem lehet, de azért... 8K damage! Mendi a szuperje során plusz 2 lövedéket lő ki. Hát ez ugyanúgy egymás mellett fog menni, akkor az nagyon nagy területet fog le. Jó szana szép. Ez így mondhatni Ergya, kivéve, hogyha az arcába lövöd valaki, mert akkor ott a 15 000 damage. Henkvet pedig, hogyha megütik, akkor minden egyes alkalommal elnyomja a szuperjét. Hát, megint arra lennék kíváncsi, hogyha vajon egy Colt lőve, akkor folyamatosan nyomja. Angelo, hogyha eddigiekben nem lett volna elég erős, akkor plusz 2 lövedéket lő az alaptámadásával. Fix, hogy be fogsz tudni találni vele. És akkor nézzük közelre mekkora. 13200. Még használhatóbb lesz a másik gadgetje, amikor is ugye át tud lőni az ellenfeleken. Maxnek Pemhez hasonlóan végtelen ammója van. Csak hogy neki van Hyper Charge-ja, illetve olyan szuperi, hogy még gyorsabban tud újra tölteni. Hát most lehet lőni vele, de nem broken. Sprout még egy magbombát dob a támadásával. Erre kíváncsi vagyok, hogy hogyan dobja, ha egymás után. És működik-e az ugyanúgy, hogy még nagyobbat robban mindegyik? Nem, a második az már nem. Squeaknek a szuperje azokat az alaptámadásos taknyokat spónoltatja és gyorsabb is tölti a szupert. Akkor gondolom mindegyik ilyen alaptakony lesz, úgy bizony sokkal nagyobb range-el. De ez is olyan nyeh. Rásznak tovább pattognak a támadása és plusz egy lövedéke van. Hát mégiscsak ugyanúgy kettőt mutat, viszont három megy ki bizony. Na de nézzük a pattogás, hogy meddig is pattog. Az egyszer biztos, hogy ezt is meg fogják enni más karakterek. Bazzakinak a szuperje messzebbre ér el. Ennyi. Nyilván Gadgetel is ugyanúgy működik. Azt a mindenit! Tehát milyen messzire! Ívet, amikor megsebzik, automatikusan 2 hatchlinget spawnol. Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi történne akkor, hogyha egy Colt meglőne téged. Jönne az alien invázióhoz, tuti! Janet még több bombát dobál le a szuperje során, és gyorsabban is tölti vissza. Non-stop dobálja! Hát így az tuti, hogy el lehet találni már majd az ellenfeleket. Ez fix damage folyamatosan. Grének pedig 6 dimenzió kapuja lehet lent egyszerre, és gyorsabban is tölti a szupert. Ne! Nem, ezt nem hiszem el, és ugyanúgy megkapjuk a healt folyamatosan, igen! Melody körül pedig plusz 2 hangjegy körözhet, és tovább is tart. Mi ez? Na de a gadgettel vajon ugyanúgy? Beindul a buli? Spike kaktusz gránátja pedig még több tüskévé osztódik. Hát mi ez a fűrész, ember? Mekkora területet lefogna, ezt került ki. Crow, amikor ellövi a pengét, akkor azok vissza is érkeznek. Oda-vissza megy a damage öcsém! Leon 2 klónt rak le, amikor a szuperjét elnyomja. Na hát ez aztán eléggé haszontalannak hangzik. Tankolásnak viszont oké lehet, főleg akkor, hogyha másik gadgetjét is eltolja. Meg még 2 lövedéket lő ki az alaptámadásával. Azt a mindenit! Hát mindegyik ágból pörög ugyanúgy! Mi van fene? Jó, ez nagyon fun. Szörcs pedig instant maxos szinten lesz, ha egyszer elnyomja a szuperjét, és a szuperjét gyorsabban tölti vissza. Hát az egyik legrosszabbat hagyták a végére.